Egyszer volt, hol nem volt. Élt egyszer egy férj és a felesége. Minden vágyuk az volt, hogy gyermekük szülessen. Egy napon a feleség így szólt a férjhez. Szerelmem, az álmunk valóra vált. Gyermeket várok, és hamarosan szülők leszünk. Az apa nagyon megörült a hírnek, de észrevette, hogy felesége erősen köhög. Kedves feleségem, vigyáznod kell az egészségedre, amíg várandós vagy. A köhögésed miatt aggódok. Elmegyek az elfeledett kertbe, hogy hozzak neked aranyviráglevelet, hogy elrágcsáld. Azok a levelek hatásosak a köhögés ellen. Ez nagyszerű, kedvesem, de légy óvatos. Azt mondják, egy gonosz boszorkány él most ott, és nem szívesen lát idegeneket a kertjében. Ne félj, kedvesem! Én nem hiszek a boszorkányokban. Biztos vagyok benne, hogy csak egy idős hölgy, aki egyedül él. Majd bekopogok, és engedélyt kérek, hogy belépjek a kertbe. És azzal elindult. Kissé kételkedett, ahogy megpillantotta a házat, ami hát meglehetősen furcsán nézett ki. Régi kovácsolt vaskerítés vette körbe a házat, odalépett a kapuhoz, bátran kinyitotta, átvágott a kerten, és odalépett az ajtóhoz. Azután bekopogott. Ki engedte meg neked, hogy belépj a kapun? Sok erős varázslatot tudok. Ha akartam volna, a pálcámmal akár egy nagy zsíros malaccá is változtattalak volna. Csak egy varázsütéssel. Na, mit keresel itt? Ó, Mrs. Bossy, kérlek, segíts nekem, a feleségem. Az első gyermekünket várjuk, és a kedvesem éjjel-nappal köhög. Úgy tudom, az egyik növényed a kertben gyógyír a köhögésrohamra. Igen. Azt a növényt aranyviráglevélnek hívják, és vannak gyógyító tulajdonságai. Teszek neked egy ajánlatot, amire nem tudsz nemet mondani. Figyelek! Kérlek, segíts! Lássuk, csak lássuk! Ne aggódj! A feleséged nagyon beteg. Úgy látom, nem éri meg a reggelt. Mit tehetünk? Kérlek, segíts rajtunk! Adok neked egy kosárkát teli aranyviráglevéllel, amik majd meggyógyítják a halálos köhögést. Cserébe viszont... A gyermeket akarom. Én akarok gondoskodni róla és felnevelni a saját gyermekemként. Biztonságban fog majd élni velem hosszú éveken át. És a feleséged meggyógyul. Ti ketten pedig elhagyjátok ezt a vidéket örökre, s új életet kezdtek valahol messze-messze innen. Érthető voltam? A férj kipillantott az ablakon a kertbe, ránézett az aranyvirágbokrokra, majd hosszan meredt a varázsgömbbe a haldokló feleségére, és úgy döntött, hogy elfogadja a gonosz boszorkány ajánlatát. Hazatérve a feleség elrágcsálta az aranyvirágleveleket, és a köhögése egy csapásra elmúlt. Egészséges kislányuk született, akit aranyhajnak neveztek el. A házas pár egyik este egy kosárkában a ház verandáján hagyták a kislányt, és szomorúan elsétáltak. Örökre. Amikor a fiatal lány 12 éves volt, a gonosz boszorkány sötét varázslatokat mormolt, majd meglegyintette a pálcáját, és az erdő közepén mindenkitől távol megjelent egy magas torony. Ennek a toronynak nem volt ajtaja, sem lépcsők, amelyek felfelé vagy lefelé vezetnének. Csak egy kis ablak maradt a leány számára, hogy kinézzen a világra, amely soha nem lehet az övé. Ebben a toronyban kapott otthont aranyhaj, hosszú időre egyedül. Teltek múltak az évek, és aranyhaj a világ legszebb leányává cseperedett. Szőke haja olyan hosszú és sejmes volt, szeme olyan kék volt, mint az óceán, és a szíve olyan kedves, mint rég elveszett anyukájáé. A gonosz vén boszorkány időnként meglátogatta aranyhajat, s amikor eljött, megállt a torony tövében, s így szólt. Aranyhaj! Aranyhaj! Engedd le az aranyhajad! Valahányszor a leány meghallotta, lassan leeresztette a haját, és az a gonosz vén boszorkány felmászott hozzá. Ma miért látogatsz meg?
Hogy megbizonyosodjak róla, hogy a helyeden maradsz, és azt teszed, amit mondok neked. A foglyom leszel az idők végezetéig. A nyomorúságod örömet okoz nekem. Neked nincs szíved, csapdába csaltál itt engem. Távol az élet minden szépségétől. Ez olyan kegyetlen. Fogd be a szád! Nincs jogod hozzám szólni. Csak akkor beszélsz, ha engedélyt adok neked. Amikor azt érzed, hogy el akarsz menni, emlékezz arra, az életed az enyém. Akár alszol, sírsz vagy, énekelsz, nevetsz, mindig a torony része leszel. Amikor csak nevetsz, egy pillanatra is, az örömöd nem jelent semmit. Az életed enyém, akár alszol, sírsz vagy, énekelsz, nevetsz, mindig a torony része leszel. Mindig a torony része leszel! És azzal a boszorkány varázslatosan eltűnt, és magára hagyta aranyhajat, hogy arról álmodozzon, hogy egyszer szabad lesz. Vajon boldog leszek valaha itt fenn, s találkozok-e a szerelmemmel? Soha nem találom meg, ha egyedül vagyok itt fenn. Vajon szabadjára engede, hogy olyan legyek, amilyennek kellene? Hogy találom meg így a szerelmemet, úgy érzem nem fogom. Kérlek, ne add fel a reményed, tudom, mire vagyok, jöttem segíteni neked. Így is bíz magadban, hisz holnap ránk villan majd a nyúj nap. Hű a betyár mindenit! Nem tudom, mit tennék ebben a helyzetben. Először is félek a magasban. Úgy értem, ott fent a magasban, a torony legtetején, ijesztő. És hogy még furább legyen, mindig le kell engednie a haját, hogy a gonosz bossi felmásszon rajta. Na de gyerünk vissza a sztorihoz! Egy napon arrafelé lovagolt egy herceg a lován, keresztül az erdőn. Egyszer csak meghallotta egy lány gyönyörű szép énekét. Boldog leszek valaha. A jóképű herceg kissé távolabb, ahonnan az ének szólt, megállt a lovával, és elbújt egy fa mögé. A torony közelében állva megdöbbentette és elszomorította, amit hallott és látott. Itt állt egy öreg csúnya boszorkány, aki azt kiabálta. Aranyhaj! Aranyhaj! Erezd le aranyhajad! Egyszerre egy gyönyörű lány jelent meg a magas torony ablakában. Hosszú, aranyfonatos haját leengedte a boszorkányhoz. Az öreg bossi felmászott rajta, miközben iszonyatos sértéseket és fenyegetéseket üvöltött a lányra. Azután a boszorkány eltűnt a magas torony ablakában a gyönyörű lánnyal. Egy este a herceg úgy döntött, elmegy a toronyhoz, hogy megpillantsa a gyönyörű leányt. Tekintetük találkozott egymással, és a herceg megszólalt. Aranyhaj! Aranyhaj! Kérlek, engedd le aranyhajad! Hát itt vagy, hercegem, szerelmem, kedvesem. Azért jöttél, hogy megments engem? Most már szabad lehetek? Aranyhaj leeresztette a haját, és a férfi felmászott, hogy lássa őt. Kérlek, ne add fel a reményed, tudom, mire vagyok, jöttem segíteni neked. Így is bíz magadban, hisz holnap ránk villan majd a nyúj nap. Holnap ránk villan majd a nyúj nap. Most menned kell. Hamarosan itt lesz a gonosz boszorkány, aki anyámnak nevezi magát. Gyere el hozzám holnap, és vigyél magaddal. Szavamat adom. Hamarosan együtt leszünk. Kimentelek ebből a magányos toronyból.
Összeházasodunk és boldogan élünk a gonosz boszorkány átkai nélkül. Ígérem! 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 Á, imádom a szerelmi történeteket! Egy herceg jön, hogy megmentsen. Kastélyok és tündérek, királyok és királynők, gyönyörű ruhák és hosszú szőkehaj. Miért kell ezekhez a tündérmesékhez egy butavén boszorkánynak bejönni és mindent elrontani? Na de gyerünk vissza a sztorihoz! Másnap a boszorkány a torony lábához állt, és szokás szerint felkiabált. Aranyhaj! Aranyhaj! Engedd le a hajad! Ó, ez a buta lány, hogy mi tart neki ilyen sokáig? Te buta, buta, lassú lány! Ez a buta lány! Vajon miért tartott ilyen sokáig, hogy felérj hozzám? Erős a hajam. Gyorsan fel lehet rajta mászni. Az én szerető hercegem olyan gyorsan mászik felfelé. De miért vagy ilyen lassú? Ez feldühítette a gonosz boszorkányt. Te! Elárultál engem! Te nem egyedül voltál itt bent? Na ezt most majd szépen rendbe tesszük, te kis semmire kellő lány! Na, most, amikor a kis hercegecskéd legközelebb feljön hozzád, ez lesz élete nagy meglepetése! Levágtad a hajam! Tönkretetted a gyerekkoromat! Elvetted tőlem a szüleimet! Itt hagytál egyedül! De van egy dolog, amit nem kaphatsz meg! És mi lenne az, Miss Hercegnők gyöngye? Nem tudod elvenni a szívemet. A szívem a szerelmemé. A hercegemé. A kedvesemé. Aranyhaj! Aranyhaj! Engedd le gyönyörű aranyhajad! A kedvesedért jöttél? De a szép kis énekes madár nem énekel többé. Elment, és soha nem mondom meg, hogy hova. Soha nem látott többé. A herceg teljesen összetört. Annyira elöntötte őt a tehetetlen düh, hogy hirtelen kiugrott a toronyból. Egy kövis bokorban landolt, amely annyira megsebesítette a szemét, hogy bár túlélte a zuhanást, de megvakult. Szegény, szegény herceg. Egy éjszaka varázslatos dolog történt. Aranyhaj kedves barátja Pippi, a tündér, megjelent neki, és elmormolt néhány varázsszót. 1, 2, 3 szárnyaim rebbenjetek! Siess, aranyhaj, siess! Egy varázslatos létra csak egy kis időre jelenik most meg neked. Menekülj, édes aranyhajam! Most lemászhatsz, és végre éld az életed! Kezd el! A herceg évekig bolyongott az erdőben, vakon és összetört szívvel igaz szerelme elvesztése miatt. Egészen addig, amíg egy napon hirtelen azt hitte, hallotta énekelni. Hát itt vagy. Hát te vagy az. Szerelmem. Végre megtaláltalak. Bár a kedves hangodat hallom, de sajnos elvesztettem a látásom. Van nálam aranyviráglevél. Ezeknek a leveleknek nagyszerű gyógyerejük van. Ha megeszed őket, akkor újra látni fogsz majd. Mi a betyár minden itt? Hát micsoda egy sztori? Ki tudja a gonosz boszorkány hogyan végezte? Az igazat megvalva, remélem, hogy egy hatalmas sárkány lángja pirította meg. A herceg elvette aranyhajat feleségül, és elvitte mesebeli királyságába, ahol megtartották az esküvőt, és aranyhaj csodálatos meglepetésére a herceg felkutatta a szüleit, és őket is meghívta, hogy éljenek együtt a kastélyban. És boldogan éltek, még meg nem haltak. Köszönöm szépen, hogy csatlakoztatok hozzám itt a Nati mesékben.
Remélem tetszett a történet. Ha tetszett, kérlek nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornánkra, és nyomjátok meg a kis piros csengőt is, hogy értesüljetek legújabb tartalmainkról. Sziasztok, kedveseim! A következő mesénkig! Egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer egy család. Egy anyuka, apuka és az ő szépséges leányuk Ella. Egyszer egy napon az anyuka nagyon beteg lett, és hamarosan meghalt, hátrahagyva az apukát, akinek egymaga kellett gondoskodnia a leányáról. Az apa megtette a magáét, igyekezett megadni minden szeretetet és törődést, de úgy érezte, hogy a lányának szüksége van egy anyára. Szóval hosszú idő után újra nősült, remélve, hogy az új anya jó mintával szolgál majd Ellának. Minek utána az új feleségnek szintén volt két leánya. Ó, srácok! Ellára most aztán nagy meglepetés vár, amint ez a hölgy és a két lánya beköltöznek. Az apának el kellett hagynia a várost, és kiadta az új feleségnek, hogy vigyázzon magára, a lányaira, és persze Ellára. Visszatér, amilyen gyorsan csak tud. Ó, édesem, egy cseppet se aggódj. Természetes, hogy vigyázok Ellára, és megadok neki minden szeretetet, amit csak megérdemel. Most pedig menj csak az utadra, és hozd haza nekem valami meglepetést. Hisz tudod, mennyire szeretem az ajándékokat. Valóban, kedvesem. Ella, te pedig akkor gondoskodj a házról, ahogy a mostohanyukát kéri tőled. Rendben? Úgy lesz, apám. Menj be a házba, és vesd meg az ágyam, s ha elkészültél, most fel a padlót. Ó, ragd már a hajad lófarokba, mielőtt levágom neked. Olyan csúnya vagy, nem érdemelsz mást, csak a piszkot, amin járok. Ja, te semmire kellő vagy. Menj és takarítsd ki a mi szobánkat is. Ella nem szokott hozzá ez a fajta beszédhez. Egész fiatal életében édesanyja szeretete vette körül, a szíve szakadt meg, hogy elveszítette őt, s hogy ezután így beszéltek vele, az egyáltalán nem segített felettetni anyukája hiányát. A szobájában sírdogált, miután végzett a rászabott feladatokkal. Senkivel nem tudott beszélgetni. Ezért aztán álomba sírta magát. Szegény, szegény Ella. Megmondom, srácok, ha tehetném, jól megmondanám magamét annak a hölgynek és a két lányának. Senki nem érdemli meg, hogy így beszéljenek vele. Ó, majd gyerünk vissza a sztorihoz! Mama, itt az áll, hogy a királyfia nagy bált rendez, és mindenkit, aki számít, meghívnak rá. Juhú! Hurrá! A meghívón az áll mindenkit, aki számít. Ez azt jelenti, hogy te nem mehetsz a bálba, mert te egy senki vagy. Hallottad, mit mondtam? Egy senki vagy. Egy senki! Szóval maradj itthon, és most ki az oknikat. Igazából látod a kandallót, amit tele van koszos hamuval? Azt úgy hívják, hogy hamu, pipőke. Hé! Hey! Hát ez a tökéletes név neked, te koszos kis senki! Hamu, pipőke! Így igaz, barátaim! Így kapta Ella a nevét. Hamu pipőke. Csipkedd magad, hamu pipőke, és fejezd be a lányok ruháit a bárra. Amin te nem veszel részt. Igen, mama. Ó, én mindig is úgy szerettem volna, ha egyszer meghívna egy bálba. Egy herceg. Álmodos csak tovább, mert te semmilyen bálba nem jössz. Így igaz. Az egyetlen bál, amin te részt veszel, csak az álmaidban létezik. Ó, sír nekem egy egész folyót. Na gyerünk, segíts elkészülni a bárra, te semmire kellő lány. A hölgyek, már ha hölgyeknek lehet őket nevezni,
Személy szerint tudnám őket más jelzőkkel illetni, de inkább nem teszem, mert hát gyerekek is nézik ezt a videót. Szóval elhagyták a házat, és egyenest a bába hajtottak, magára hagyva hamupipőkét. És akkor valami varázslatos dolog történt. Üdvözöl egy gyermekem! Én vagyok a tündér nagymamád, az édesanyád küldött érted. Azért vagyok itt, hogy átsegítselek ezen a nehéz időszakon, de pontosan azt kell tenned, amit mondok neked. Mi az? Mit kell tennem? Menjünk ki az udvarra, van egy-két tendőnk. Így biztosan nem mehetsz el a bába. Látod ott azt a tököt? Ó, Istenem! Ez egy álom? Biztosan álmodom. Álmodj még! Ez pont elég az útra. Álmodj még, varázslati ég. Álmodj hármat, a csillagok mutatják merre tart. Ne add be most még a jövő érted ég. Emlékezz, hogy még álmodj még. Ez pont elég az útra. Álmodj még a varázslati ég. Álmodj hármat, a csillagok mutatják merre tarts. Ne add fel most még a jövő érted ég. Emlékezz, hogy még valami fontos a számodra, az mindig egy álommal kezdődik. Ha álmodsz valamiről, félig már meg is érkedtél. De lehet, hogy nem érdemlem meg. Lehet, hogy itthon kéne maradnom és takarítanom. Kedves gyermekem, mind megérdemeljük, hogy boldogok legyünk. Egyikünk sem jobb a másiknál. Neked csordultig van a szíved kedvességgel, most maradj nyugton kicsit. Ez én vagyok? Ez tényleg megtörténik? Megyek a bálba? Igen, az álmod itt hever előtted. De mielőtt az óra épített, oda kell térjél, mert a varázslatnak vége szakad, és minden visszaváltozik olyanná, amilyen az előtt volt. Mesébe illő extravagáns volt. Olyan sok gyönyörű ruha és étel, ital és zene. Gyönyörű látványt nyújtott. Azon az éjjelen hamupipőke és a herceg egész este senki másra nem néztek, csak egymásra. Álmodj még, ez pont elég az útra. Álmodj még, varázslati ég. Álmodj hármat, a csillagok mutatják merre tart.
Ne add fel most még, a jövő érted ég. Emlékezz, hogy még elmondj még. Elmondj még, ez pont elég az útra. Elmondj még, a varázslat tiéd. Elmondj hármat, a csillagok mutatják merre tarts. Ne add fel most még, a jövő érted ég. Emlékezz, hogy még elmondj még. Ők ketten jól szórakoztak egymás társaságában, nevetgéltek, táncoltak, és együtt költötték el a vacsorát. Minden tökéletesnek tűnt. Amíg egyszer csak... Ó, nem. Indulnom kell. Még ne, szerelmem. Még fiatal az este. Vár csak, Mr. Herceg úrfi. Hamupipőkének el kell tűnnie, mielőtt visszaváltozik a meseszépből szegény árva kislánya, és a hintója átváltozik egy hatalmas tökké. Na de gyerünk vissza a sztorihoz! Hamupipőke hazatér a fagyos sötét házikóba, és álomba szenderül, és a varázslatos estéről álmodik, amiben részesült. Álmodj még, ez pont elég az útra. Álmodj még, varázslatiért. Álmodj hármat, a csillagok mutatják merre tart. Ne add fel most még, a jövő érted ég. Emlékezz, hogy még elmondj még. Üdvözlöm, hölgyem! Egy meseszép leányt keresek, aki tegnap este otthagyta a cipelőjét a bálban. Ha megtalálnám, megkérném, hogy legyen a hercegnőm örökre. Ez a cipő? Az enyém? Itt vagyok, és igent mondok neked, a feleséged leszek. Fel sem kell próbálnom azt az ócskaságot. Csókolj meg! Na nem. Nézve a lábad, biztos vagyok benne, hogy nem a te méreted. Túl nagy a lábad ahhoz, hogy beleférjen ebbe az elegáns cipellőbe. Nem te vagy a hercegnőm, akit tegnap megismertem. Ne keresd tovább, itt vagyok. Dobd el azt a cipellőt. Hadd kapkodjon a többi lány. Nem te vagy a választottam. Tisztán hallom a haragot a hangodban. Nem te vagy, akit tegnap... Hát micsoda egy sztori? Hamupipőke és a herceg hamarosan összeházasodtak, és boldogan éltek, amíg meg nem haltak. Köszönöm szépen, hogy csatlakoztatok hozzám a Nati mesékben. Remélem tetszett ez a népszerű mese, kedveseim. És emlékezzetek, nincsen semmi rossz abban, ha valamiről álmodoztok. Vannak álmok, amik beteljesülnek, és más álmok pedig...
Nos, törekedjünk egy szebb holnap felé. Sziasztok, kis barátaim!